Mehet a pati, gyerekek! Ez a... Sziasztok! Megint itt vagyunk a Nellivel. Hello! Gondoltuk, hogy csinálunk egy második részt ennek a kérdezz-felelek videónak, mert úgy látszik, hogy szerettétek, és azóta is sokan írtatok, hogy még van egy csomó kérdésetek, meg hogy még válaszoljunk, és igazából megválaszolhattuk volna Instagramon, de legalább akkor itt csináltunk egy videót. És ezt a videót, ugye a múltkor itt összekötöttük egy sminkeléssel, most pedig összekötjük egy ebéddel. Egy brutál ebéd. Egy nagyon jó ebéddel. Elmentünk a Karzsdjorba, ami egy gyors étterem itt, és nem hiszem, hogy van Európában Karzsdjor. Nem, én nem tudom. Nincs. Nekem ez volt a leges-legelső gyors étterem, ahol ettem, amikor ide költöztem Kaliforniába. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor választjuk ezt. És nagyon-nagyon érdekes, mert ugye egyikünk sem eszik hús, egyikünk sem eszik semmilyen állati eredetű dolgokat. És a Carl's Juniorban van hamburger, ami teljesen növényi alapú, ez a Beyond Meat, ez zöldségekből és szójával készül ennek a hús része, és nem kértem bele sajtot. Az enyém pedig egy ilyen teljesen zöldséges, vegán, mi ez? Ez egy takósaláta. Takósaláta, és ilyen takóban van. Zöldséges, igazából a húsáért zöldséget kért, és sült krumpli, mert a sült krumpli az... Nagyon jó! Az életem. Rengetegen írtatok a bobák miatt, mert ugye állandóan a boba a helyre járunk. A boba krém hozott nektek bobát. Én tápiók a gyöngyöt megfőzik, és attól lesz ilyen nagy és ilyen kohány. Visszáinnom egy kortyot, bocsi. Igen, mandula teljesen elvi, egy ilyen mandula tej alapú. Olyan, mint a pisztáciát innál, vagy egy marcipánt. Enyém pedig taró. A taró az egy olyan, mint a... Krumpli. Mint a krumpli, de ez lila krumpli, és ebbe is mandula tej van. Te egyél, én neki is a kérdésnek. Megnézed, hogy milyen a hamburgerem? Ó, csuda jó. Nem. Nem tudod megkosolni a Beyond Meat-et? Még ezt is meg kell ennem. Szóval, lesznek olyan kérdések, amire ilyen egyszavas válaszokat fogunk adni, mert annyira egyetemű. És lesznek kifejtősek is. Meddig leszek itt? Holnap megyek haza, sajnos. Itt voltam egy hónapig majdnem. A kedvencem. Szerinted igaz ez az amazonos dolog? Szerintem... Kéne gondolkodj azon, hogy ezt a kérdést miért tetted föl? Nem igaz, hát nem éget le! Dehogy éget le! Hát kamu az egész! Jézusom, amíg drágárokat nem olvasnám föl, milyen volt Kalifornia, fantasztikus, jó a bulám. Elképesztő. Igen, a jó a bulámat nem akartam felolvasni közpetre. Van kedvenc Insta oldalunk, nekem Tezza, ő nagy kedvencem az Instán, én őt nagyon szeretem, neked van ilyen? Nekem rövidek van. Általában azokat a YouTube-okosokat, akik követek YouTube-on, én őket követem Instagramon is, úgyhogy én őket nagyon szeretem. Kedvenc a száma Camila Coelho. Uh-huh. Egy nap általában hány fényképet készítenek rólad? Hát én ahol járok, ott fotózunk mindig, vagy fotóssal, vagy a barátnőim fotóznak, most Petra volt a személyi fotósom. Egy fotóhoz készítünk ilyen 25-30 fotót. Egy darab fotót. És utána küldjük el a tusra. Igen. Te jössz. Én még olvastam már egy oldalnyit. Addig eszem. Első kérdés. Tényleg tartjátok a lábfejetek? Mamma nő! Igen, tök szép lábfejünk van. Nagyon sokan írtatok a kérdéseket, az, hogy jó volt az előző videó, hát köszönjük, nagyon örülünk, hogy tetszett. A kedvenc helyetek Kaliforniában. Gondolom ez városra gondol. Newport Beach. Nekem Palm Springs. Nekem a Palm Springs kérdezze. Nézzétek meg a Palm Springs vlogot, ide lelinkelem azt is. Bentley az első kutyusod? Milyen idős? A Bentley, igen, ő az én olyan kutyám, ami csak az enyém, mert ugye a barátom én, mert ugye együtt lakunk. Régen is volt családomnak kutyája, de most kibéreltem. Igen, de a Bentley az, ő az első olyan kutyám, amiben kitérek csak így a miénk, meg ugye velünk él, velünk alszik. Ő 5 éves lesz, Halloweenkor. Október 31. Kiskorodban mi szerettél volna lenni, ha felnősz? Én kiskoromban sebészorvos szerettem volna lenni. Én meg... tényleg? Uh-huh. Én meg tudod mi? Boncmester. Wow. Együtt tudtunk volna dolgozni. Oh, aki nekem nem sikerült, küldöm hozzád. Nyújt van 8 darab ilyen nappalos Budapest kérdés van. Erre nem tudok és nem is szeretnék válaszolni. Nézzétek a sorozatot. Minden nap ott vagyunk az RTL2-n. Nézzétek meg, hogy lettetek ennyire jóba. Szeretem, mióta megszülettünk ennyike. Nézzétek meg az előző videót, arra ebbe válaszolunk. Igen, abban minden van. Mi a legviccesebb közös élményetek? Nekem a lábújas videó. Vagy kérdés, na. Nekem van egy, amúgy ez nem közös élmény, de nekem ez egy annyira vicces sztori, hogy én, amikor elköltöztem Magyarországról, akkor indult az éjjel-nappal Budapest. És hogy akkor kezdődött, meg te akkor kezdtél benne lenni. És én nem tudtam, hogy a Nelly benne van. És amikor így először találkoztunk itt Los Angelesben, ugye akkor írt nekem, és a hugommal pont beszélgettünk, és akkor készülődött, mert megyek találkozni a Nellyvel. Jó, milyen Nellyvel? Mondom, a Nagyváradi Nellyvel, mondom, tudod, ugyanott lakik, ahol én is laktam.
Erre azt mondja az Adéla húgom, a Karolával! És így, ki az a Karola? És így nem tudom, ki az a Karola, és akkor Adél, a húgom, úristen, te normális vagy? És akkor nem ki az a Karola, és így elég tudom, találkozni, és mondom, na, mondta húgom, hogy te játszod a Karolinát. Igen. Majdnem Karolina. Majdnem. Ez tök jó amúgy. Mi a kedvenc hobbim? Hát az éneklés. Én énekelni imádok a világon a legjobban. Magyarország vagy Amerika? Hát Magyarországon szerettem, nyilván ezért szeretem Magyarországot, de hát Amerikában annyira más minden, és ez is az előző videóban benne van, úgyhogy nézzétek meg, ide belinkeli valahova a Petra, nem tudom, oda. Hogy lehetünk ennyire szexik? Hát nem tudom, most ahogy így eszem ezt a csípőset, és folyik rólam a víz, hát minden. Legcikibb közös élmény? A lábfejes. Annyira menők vagyunk, hogy nincs egy cikk. Igen. Minél vagy most kint Amerikában? A Nelly mivel foglalkozik, amikor Los Angelesbe utazik? Fotózás? Nem, gyerekek, figyelj, ez egy nyaralás. Nyaralás? És amikor hiányzom neki, nem bírja nélkül. Csak lógunk, időt töltünk együtt, jövünk, megyünk. Mint ahogy ti is a nyaralásokon készítettek fényképeket, mi is készítünk. Oké, volt fotózásunk is random véletlenül, amikor így megállítottam minket az utcán. De az egy jó történet. De amúgy így... hát nyaralok. De mondjuk kicsit dolgoztam, mert énekeltem egy partin. Tőlem. Milyen magasak és hány kilogrammok vagytok? Én 164 centi vagyok, de Nelly nem viszi el, mert azt mondja, hogy 162. Én 161 vagyok, és te szerintem sokkal magasabb vagy, mint én. Csak hosszú a nyakam. Te struc. És hány kiló? Én szerintem 50. De rajtam nincsen mízom. Én nem edzek. Mert én sétálok még a ranyomban, úgyhogy ez a nincs sok. Én 54 vagyok, de én minden nap edzek. A műszempilla nem roncsolja az eredeti pillákat? Gyönyörűek. 12 éve van műszempillám. Én csak most kezdtem tavaly novemberben. Nekem nem roncsolta eddig, én nem vettem észre. Nagyon szépen nőnek le a szempillája. Mindig, amikor föltöltetem, akkor mindig megmutatja nekem, hogy nézd meg, mennyit nőttek, meg hogy milyen szép. Úgyhogy nem, szóval nem roncsolja egyáltalán. Amikor elutaztok, a kutyusotokra ki vigyázik? Az anyamra Judit vigyázik. Vigyázz! Igen, de elég nagyon jó helyen tartja a kutyáját, igen, igen, ő egy... De minden nap facetime-oznak. Kutyapanzióban van, és minden nap facetime-ozunk Hollyval, és nagyon hiányzik már. Az a jó, hogy a Bentley, ő nagyon-nagyon ilyen kis szeretett bomba. Szóval mindennyit szeret, szóval nagyon szívesen ott marad akárkinél, tehát nincs az, hogy ő fél, hogy esetleg ott van. Lopható. Lop, nagyon megbízik bennünk, mert tudja, hogy oké, elmennek, de vissza fognak jönni, szóval nem hisztizik soha, úgyhogy így könnyű. Most megyünk majd Magyarországra, idén még, és a Bentley jönni fog velünk mindenképpen. Akkor majd Hollyval bandázsnak. Igen, mert én szeretem vinni magammal mindenhova. Mi abban hagyom az is. Mennyire tudtál angolul, amikor kiköltöztél? Hát az az igazság, hogy így, hogyha azt is hittem magamról, hogy tudok angolul, amikor ide rájössz, hogy akkor kérdezik, nem igazán, hogy az más angol, amit tudsz, meg másképp. Egy csomó mindent, meg olyan kifejezéseket, amit az iskolában nem tanulsz, az iskolában nyelvtan. Meg olyan szituációkba kezdesz bele, ahol a kifejezésed, kifejezési módod esetleg nem annyira helyenálló? Helyténálló? Küzdj meg! Helyénálló! Nem álljon meg a helyét! És ügyes vagy! És amikor belekerülsz ebben a mindennapi életbe, hogy dolgozol, iskolába jársz, barátaid vannak, kimész ezekkel, azokkal, akkor gyakorlod meg igazán az angolt, és akkor tanulod meg igazán az angolt, és nekem el segített a legtöbbet. Ha egy valamit kívánhatnátok, akkor mi lenne az? Én nekem megvan. Én azt kívánnám, és ezt mindig felszokták tenni ezt a kérdést egy interjúkban is, meg egy csomó helyen, ami most így az első mondat, hogy így kimondom, lehet, hogy nagyon szarul fog hangzani, de hogy tényleg béke legyen. Tényleg, hogyha mindenki szeretné a másikat, és nem lenne veszekedés, háborúskodás, féltékenység, mert ugye a féltékenység a mozgatórugója mindennek, hát hogyha ezek a dolgok nem lennének, hanem csak szeretettel fordulnánk egymáshoz, akkor annyira fantasztikus, csodálatos világban élhetnénk, mert amit a Jóisten ide megteremtett, ez valami elképesztő. Gyönyörű, és nagyon-nagyon-nagyon jól lehetne itt élni, de mivel ennyi ellenségeskedés van és rossz indulat, így nagyon nehéz. Úgyhogy én azt kívánnám, hogy ne legyenek rossz indulatú emberek, mert akkor mindenkinek az életminősége sokkal-sokkal jobb lenne. Az igazság, hogy most utána ezt kimondta Nelly, rosszul érzem magam, mert én csak magammal foglalkoztam a kérdésem, mert most, de ez gáz, most elrontottad a kívánságot. Oké, hogyha olyan akarnék lenni, mint a Nelly, akkor azt mondanám, hogy ne legyenek betegségek, vagy legalábbis... Jó. Az egy jó lenne, de hogyha önző vagyok, és nekem az jutott ezt először a szembe, hogy nekem ilyen eszembe se jutott, akkor azért tudja teleportálni.
Azért, mert nekem annyira... Gyakrabban találkoznánk, anya. Igen, annyira nagyon így messze vagyok ugye a családomtól, barátoktól, és nem csak Magyarországon van családom, hanem tényleg nagyon sok helyen. És annyival megegyszerűsítené, hogy itt tényleg így el tudnék ugrani a hétvégére, utána visszateleportálnék. A másik pedig az, hogy én nekem, és erről nem nagyon szeretek beszélni, nekem az nagyon, nekem ilyen exciting van az utazástól, amit tehát én nagyon, engem az utazástól nagyon stresszel, és így az utazásat én ilyen nagyon stresszes vagyok, ilyen pánik helyzetben, és ezt nem nagyon szeretem, úgyhogy emiatt is egy nagyon jó lenne. Milyen gyakran szoktál hazamenni? Évente így egyszer megpróbálok mindenképpen, próbálom, hogy a családom jöjjön hozzám inkább, meg a barátaim, mert. Van egy ilyen kérdés, hogy miért lettél vegán? Az előző videómat nézzétek meg, abba kifejtem ezt az egész kérdést. Mi a kedvenc smink termékeitek? Elmay. Csak az Elmay-t szeretem. Mert az hipoallergén és nagyon jó mindenre, és egyetlen olyan smink termék, amitől nem pattogok ki, nincsen semmi bajom, meg a Dior. Én nekem pedig a Too Faced. A Too Faced, nekem az a mindenemből szeretem az alapozóját, az összes szemépestéken, majdnem az összes Too Faced, a primerjüket, minden Too Faced a legjobb. Én azt imádom, hogy egyet kell választanom, de mivel 5000 másik kedvencem. Mi a közös célotok, ha igen, mi? Közös célunk? Te gondolkodsz ezen? A közös célunk, hogy itt éljünk együtt nagymamaként Palm Springsbe, vagy Hawaiion. Vagy azon. Hát ez egy jó cél lenne. Ha rövid távú cél, az hogy minél többet találkozunk persze. Ilyen nap a Budapestről, amit nagyon sokan feltettétek, egy kérdés erre válaszolok, hogy szeretek-e benne szerepelni. Igen, nagyon, mert tök jó fejek a srácok. Kell nézni a részt belőle. Egyrészt nem látod még belőlem, by the way. Nem is értem. Egy olyan kérdés, hogy így lesokkolódok. Nelly, te olyan szép vagy, hogy lehet, hogy szingli vagy? Szerintem nem függ össze ez a kettő egymással, tehát köszönöm szépen, hogyha szépnek tartasz, kedves író, nagyon kedves volt. Valaki csak akkor lehet boldog, mert azt gondolom, hogy ez a kérdés ez kicsit ilyen, hogy ha te jól nézel ki, vagy te jó fej vagy, akkor hogy szingli vagy? A szingliség az egy ilyen bűn, vagy ez egy ilyen Az gáz, mert szerintem tökre nem gáz. Egyébként igen, szingli vagyok, nincs pasim jelenleg, és megmondom őszintén, hogy nem is szeretnék. Semmilyen rossz célzatom, nincsen rossz tapasztalom, nem mentem át nehéz szakításon, tehát nincsen semmi bajom, tehát én tök jól érzem magam. Egyszerűen jól érzem magam a bőrömben, nem vagyok ellene, ha jön biztos és pofán csap a szerelem, akkor majd úgy de fogunk körülni neki, de hogy én ezt nem keresem meg, engem ez nem érdekel, mert én szeretek magammal időt tölteni, mert szeretem magam, jól érzem magam az életembe, a bőrömbe, a mindennapjaimba. Ha valaki csak akkor érzi jól magát, hogyha párkapcsolata van, és csak akkor tud 100%-osan pörögni, meg akkor boldog, akkor nagyon nagy baj van. Mert szerintem az embernek elsősorban magába kell szerelmesnek lenni. Mert hogyha te nem szereted magad, akkor mások se fognak. Szerintem ez egy ilyen hülyeség, hogy tök jó, hogy jól nézel ki, de miért nincs barátod? Miért kéne legyen barátom? Majd lesz, hogyha akarom. Mit kerestek egy pasiban? Én nem keresek semmit. Neked megvan a pasi. De ami szerintem fontos, és nekem ami fontos lenne egy másik személy, vagy ami fontos egy másik személyben, nekem szerintem három dolog. Egyik a humor. Nekem a humor az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. A te pasidnak jó humor van. A tisztelet, a kölcsönös tisztelet, és az egyenlő célok. Tehát, hogy ugyanaz legyen a célod, vagy legalább olyan szinten legyen a célotok. Mert szerintem, hogyha az nincs meg, akkor annyi lőttek a dolgok. Igen, nekem is nagyon fontos a humor. Sokan kérdezhetek, hogy hogy nézzen ki. Hát nekem voltak nagyon-nagyon szép pasiaim, meg voltak kevésbé szép pasiaim. Én őszintén megmondom, hogy nekem ez sose számított. Ha elkezdesz valakivel beszélgetni, akkor érzed a kisugárzását. Ha van, és megvan a kémia, akkor működik a dolog. De amúgy nekem is kb. Ugyanezt, hogy jó humorra legyen, az nagyon fontos, mert én utálok unatkozni. Sajnos nagyon sok olyan kapcsolatom volt, főleg a legutóbbi, ahol a tisztelet hiánya az így, tehát hogy semennyire nem tisztelt az illető. És az a baj, hogy ezáltal egy idő után én se őt. Főleg, hogyha úgy áll az élethez, ahogy. Ami még nekem nagyon fontos, hogy legyen egzisztenciája, és nem a pénzre gondolok. Van életcélja, hogy neki fontos legyen a munkája. Abból ő akar jól fejlődni, mert hogyha a fickód otthon ül és nézi a tévét és nem csinál semmit, na ilyen pasi nem kell. Mi a legviccesebb dolog, ami történt veled? Van valami vicces sztorid? Én velem állandóan történik, kérlek, mert egy akkora rakás szerencsétlenség vagyok. Én elesek, nekimegyek, kiöntöm. Küldött egy képet, hogy szétszakadt a szandálja a Hollywood Boulevardon és a csillagok között. Na, itt lát. Csak nekem egy képet, hogy ezt nézd, mi történt. Ülök az irodában, és így hangosan fölnevettem, és így csoszog, és bevett, csoszog. De úgy, hogy a turista plac legközebbén, hogy 5000 ember a csillagok tetején csúszok fél lábon. Behúzta magát a vitrői szikrőbe, és ott vett egy szandál. Benn vagyok egy étteremben, gyors étterem, megkapom az italomat, és nem raktam rá rendesen ezt a tetejét.
És én lehuppantam, és annyira szomorúság, és megmarkoltam a kólámat, és ahogy megmarkoltam, ez így lepöccent róla, az egész kóla a vízzel így fölment, megállt a levegőben, és így bum, mindenfele, és ott az étterem közepén. Akkor mennyire utáltam. Tehát így annyira, és mindenki látta, és tök fehérbe voltam ráadásul, fehér rövidnadrágban, és mindig van nálam váltó ruha, megtudom, hogy milyen vagyok. Ki a kocsiba, átöltöztem, és ilyen ragadó combbal így húztam magam. Ha választanatok kéne egy dolgot, amit életetek végéig edztek, akkor mi lenne az? Ha csak egy dolgot tehetnél életed végéig, akkor mi lenne? Nekem guacamole. Avokádó. Avokádó. Mondjuk avokádó. Ha magával én kapok most egy ilyen avokádófát, és azt mondod, termelj magadnak, én az avokádófa alatt fogok élni, és ott fogom megint az avokádót. De nekem fogalmam nincs, nekem így ez az baj. Ez a kajárás így nem mozgat meg annyira, én megeszem. De nincs valami, az nagyon szeretem. Szóval a betegségem miatt olyan régóta diétázok, hogy így, hogy így nem érdekel így a kaja. Van egy csomó minden, amit nagyon szeretek, de hogy így... Ja, ha most ezt ennél. Erre rászoktam, tehát ez az én hibám, de ilyen exclusive member a boba helyen, annyit vásároltam. Beírom a telefonszámot és kapom ingyen a bobát. Igen. Választhatok ki egy régi képet magatokról, és elemezzétek, hogy hogy néztetek ki. Várj, keresek. Annyit találtam. Nagyon vicces, ez a... Nincsen tetoválás. Egy darab tetoválásom sincsen. Hány éves voltál ezen a képen? Fú, te 24? 23? Egy koncert volt, még volt Ozzfest fesztivál, és a metal rock zenekarommal léptünk itt föl, és nagyon jó volt. Nincs póthajad se. Nincs póthajam, nincs egy darab tetkom se. Barna hajad. És 10 kilóval kevesebb voltam, mint most. Nem ez az van. Enyém. Ez a kép, ez amúgy nem olyan nagyon-nagyon régi, ez 2013-as, 6 évvel ezelőtti kép. Jaj, nekem aranyos baba. Itt voltam 20 éves. Neked már a szád nincs itt megcsinálva. Hát a szám, hát nézd meg, semmi kontúr az orromon, nézd meg, hogy milyen hosszú orrom van, nincs egy kontúr, tehát én rakok ide barnitot, amikor megrövíti az orromat. A szemöldököm az ilyen, hát így a két szemöldököm közé építetné egy hidat, körülbelül olyan messze van egy másik. Na, autópálya. Ez a szemfesték, ez a vastag tus fölül, és egy oldalra egy kicsit behúzva. Az annyira gagyi ez a vastag tus, mert tök ki vagyok borulva. Fölmény, hogy elkezd így lefolyni. És a hajam színe, az meg igazából fehér. Gondolkodtál-e már rajta, hogy kiköltöz az Amerikába? Megköltök a szégyenlősebb. Szerintem. De nekünk nincs problémák. De szóval én egy kicsit igen, te. Mi a végzet? Mi a végzettségetek? Mit, hova iskolába? Én tanár vagyok, énektanár, és énektanári főiskolára és egyetemre jártam. És van egy... Sorry. Igen, van egy zeneiskolám, a Noah Ének stúdió, aminek én vagyok az igazgatója és a tulaja. Egyébként még zenéket írok, meg producerelek, meg sok többi, meg éjjel-nappal Budapest, szóval... Ja, én ezzel foglalkozok, amit tanultam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem főleg zenét írni, meg tanítani nagyon szeretek. Én még egyetemre járok, tehát ugye én dolgozok full time, és járok ugye full time egyetemre is, és én építészetet tanulok az egyetemen, és ezt nagyon-nagyon szeretem. És ezt megépítheted a házamat. Mert össze tudom egyeztetni ugye a munkámmal, mert ugye az ingatlanokkal kapcsolatos, szóval nagyon sok felújításokat csinálunk, meg ilyeneket, úgyhogy az tök jó, mert... Szerinted a Petrának szép a hangja? Énekeltünk együtt már a kocsiba Britney-t! Igen. Cuki! A kedvenc kérdésemet. Elnézést. Maga ön? Mi a kedvenc helyetek Los Angelesben? Kaliforniában a kedvenc helyem Newport Beach, és Los Angelesben a kedvenc helyem Newport Beach. Mert Beverly Hills, nekem Beverly Hills. Ja, West Hollywood. Melrose. Melrose, Beverly Hills, a Sunset Boulevard. Szerintem arra gondoltak, hogy így, ahogy elmegyünk még enni, vagy beülni, vagy ilyen. Umami. Umami? Az umamit nagyon szeretem. Én szeretem az Earth-t nagyon. Az Earth-t is. Nem, azt akartam mondani, hogy ört. Ott nagyon jó macsa van, macsa. Imádjuk a macsát. Pidúrálok! Igen, tele vagyunk. Én még el sem kezdtem vinni a bobámat. Most így nagyjából mindent megválaszoltam, még annyit akartam mondani, hogy így nagyon szomorú vagyok, hogy Nelly el fog menni holnap. Én nagyon örülök, hogy itt voltál nálunk, és hogy itt voltál a videómban is, és... Alig várom a gyerek karácsonyt. Már most annyi terv van arra az időszakra, amikor én ott leszek. El kell vigyelek a VDR-be, el kell vigyelek a Magiszterbe. Csinálom egy vásárlós vlogot. Benny Bully! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. És köszönjük a sok-sok kérdést, tök jó kérdések. Igen, amúgy tényleg nagyon jó sok kérdések voltak, és jó volt sok vicces is. Akkor szerintem itt be is fejezzük ezt a videót. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztetek ma minket, és találkozunk. Nyomjatok egy lájkot, és kövessétek Petrát! Sziasztok! Integration. Bye!